A Szabolcs-Szatmár Bereg megyei Fogyatékos Sportolók Szövetsége és a Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület évek óta megrendezi az Egyesült Államokban és Nyugat-Európában nagy népszerűségnek körvendő integrált sport találkozót. A cél az, hogy az épp és a fogyatékkal élő fiatalok is megtapasztalják azt, milyen érzés az úgynevezett másik oldal szemszögéből szemlélni a világot. Ez egy nagyon jó kezdeményezés, és nagyon örülünk annak, hogy már nem első alkalommal versenyezhetnek, illetve barátkozhatnak egymással itt Gyulaházán, azt hiszem, hogy remek körülmények között az épp és a fogyatékkal élő fiatalok, és ennek pont ez a lényege, hogy valóban megismerjék egymást. Itt a versenyek során is nem elkülönítve versenyeznek, hanem még a csapatokat is úgy válogatják össze, például futballba is a testnevelő tanárok, hogy minden csapatban legyen fogyatékkal élő sportoló is, és legyen benne épp sportoló is. Pontosan azért, hogy megszokják egymást, meg tapasztalják azt, hogy milyen a másikkal együtt mozogni, együtt élni, és hogy hogyan tudnak egymásnak segíteni. És én úgy gondolom, hogy ez a sporton túl, mint ahogy a Fodisznak a jelszó is mondja, ez több, mint sport, ez abszolút egy sporton túlmutató dolog, mert a sportélményen túl, azon túl, hogy barátságok kötnek, azon túl valóban egy olyan érzékenyítő tevékenység, amely segíti, azt hiszem, hogy nyugodtan mondhatom, az épp gyerekeket is abban, hogy valóban el tudják fogadni a fogyatékkal élőket, és a fogyatékkal élők is megtapasztalják azt az érzést, hogy milyen egy olyan közösségnek a részesének lenni, amelynek ők is aktív tagjai. A gyulaházi rendezvényen 5 település általános iskolájának tanulói és 4 speciális képzés nyújtó intézmény diákjai futballban, asztali teniszben is egy ügyességi vetélkedőben próbálhatták ki tudásukat.